Rendőrautók hajtanak a Nyírbátori utcákon, órák alatt kiderítették, hogy kitámadta meg a biztonsági őrt. Három autóval mentek a rendőrök a helyszínre. A gyanúsított 48 éves nyírbátori férfi kezét hátrabilincselték, és letérdeltették a földre, majd autóba ültették. A férfi majdnem megölte a biztonsági őrt. Egy Nyírbátor közeli telephely munkatársa értette lopáson két férfit, akiket megpróbált visszatartani, azonban egyikük egy kést rántott elő és mellkason szúrta. A sértettet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A nyírbátori rendőrkapitányság munkatársai rövidesen azonosították, és néhány órán belül elfogták a közelben megbújó feltételezett tettest. A 48 éves nyírbátori férfit a megyei rendőrfőkapitányság emberülés kísérlet megalapozott gyanújával őrizetbe vette, 19 éves társával szemben pedig lopás miatt indítottak külön eljárást. A férfit már hétfőn este bevitték a fogdára, kihallgatták, úgy tudjuk, mindent elismert, de azt mondta, nem akartam megölni a biztonsági őrt, csak el akart menekülni.